A népszerű szegedi fúvószenekarral a Sun City Brass-szel várták az egyetem új hallgatóit a Tanulmányi és Információs Központba. Ezen a héten több ezer egyetemista látogat el a TIG-be, hogy hivatalosan is az Universitas polgárává váljon. A fiatalok sok mindent várnak az egyetemi évektől. Azt, hogy megtanítanak arra, hogy mit is lehet kezdeni a BIOS-szal, hogy lesz egy olyan állásom, amiből majd el tudom tartani magam rendesen. Egy sikeres életpályát várok. Meg ugye egy nagy buli az egyetemben, vannak barátaim, mesélték, hogy nagyon jó. Tehát magától az egyetemi évektől én minden jót várok, aztán a további életben is arra számítok, hogy ez jó felkészítés lesz, és akkor majd minden rendben lesz a továbbiakban. Az idei már a harmadik év, amikor a központi beiratkozáson nem csupán a hivatalos teendőkkel, hanem érdekes, interaktív programokkal is várják a gólyákat. Az egyetemhez kötődő szervezetek és intézmények is bemutatkoznak ezekben a napokban. Legelső célunk az, hogy az egyetemi karok mellett az egyik szolgáltató egységeket is be tudjuk mutatni, úgy, mint a karrierirodát, az Alma Matert, az idegen nyelvi intézetet, sportintézetet, stb., ami érdekes lett a hallgatóknak. Mert ugye sajnos azon túl, hogy ők választottak egy szakot, nem biztos, hogy tudják, hogy mennyi szolgáltatás, mennyi díjmentes szolgáltatást tudnának igénybe venni. Az új tanévre összesen 6188 hallgatót vettek fel Magyarországról, ezzel sikerült növelni a magyar diákok létszámát, és hasonlóan jók az eredmények a külföldiek tekintetében is. Külföldi hallgatónk pedig 1266 van jelen pillanatban, de itt még nem zárultak le a folyamatok. A külföldi hallgatóink száma nagyobb mértékben növekszik, ezt már most biztosan meg tudjuk állapítani, különösen a Stipendium Hungaricum ösztöndíj keretében tanulhat nálunk több hallgató. Az új hallgatóknak nem csak a személyes okmányaikkal, bizonyítványaikkal kellett megjelenniük a beiratkozáson, hanem a tudásukkal is. Tanulmányaik megkezdése előtt egy tudásfelmérő teszttel vizsgálják meg képességeiket.